Én mondjuk nagyon örültem neki, hogy velük kezdjük a szezont, mert ez egy kicsit olyan, mint hogyha lenne még egy lehetőségünk lepontosítani azt, ami még nem annyira működik, és biztos vagyok benne, hogy ehhez viszont a legjobb ellenfél ők lesznek, hiszen javítanunk kell még a lerohanásainkon, illetve pontosítani a támadást, és ehhez ők a legjobb alany. Gyakorlatilag a héten már, ugye elkezdjük, és teljesen a versenyidőszakunknak a hát komoly kezdését jelenti a Győr ellen felvenni a versenyt. Én azt gondolom, hogy fokozatosan fog a csapat formába lendülni, és talán a következő hét lesz az, amikor igazán csúcsformába kell majd lennünk. Nagyon gyorsan telt ez a nyár egyébként, számomra pillanatok alatt eltelt ez a felkészülés, és igen, azt gondolom, hogy ez az előnyünkre fordítható, hogy főleg a belső posztokon és a belső védekezésen nem kellett új embert beépíteni, hanem ott maradtak a régiek, és tulajdonképpen csak jobbá kellett tennünk azt, ami évvégén én egyébként már működött, szóval nagyon bízom benne, hogy ez lesz a mi erősségünk. Azt várom a csapattól, ami akár legutóbb is volt tavasz folyamán, hogy ameddig tudjuk, próbáljuk megtartani a lépést a világválogatottak a felvonultató Győr ellen, és akkor én elégedett leszek, hogyha azt a fajta fejlődést látom, amit elvárhatok ettől a csapattól. Nagyon örültem, hogy megszerveztük ezt a szurkolói ankétot. Ők is egy kicsit beleláttak a munkába, amit mi végzünk itt nap, mint nap. És utána pedig volt egy kis beszélgetésünk itt a VIP-be, ami szerintem nagyon jól sikerült. Ők is sok mindent megtudtak, amire kíváncsiak voltak, úgyhogy remélem ebből hagyomány lesz.